A 16. kerületben is kampányol a kormánypártok polgármestere és polgármester jelöltje Kovács Péter. Mi a jelentősége a 16. kerületiek számára a vasárnapi választásnak? Mindenképpen az, hogy folytatódjon-e az a fejlődés a fejlődő kertvárosban, ami most már 18 éve van, amióta először polgármesternek választottak engem a helyiek, vagy megtorpanjon ez a fejlődés, és valami más irányba menjen a kerület. Ezt kell eldönteni a 16. kerületieknek. Én azt gondolom, hogy elég biztosíték az a kerületiek számára, hogy amit én ígérek, azt be is tartom. Most is 93,1%-ra sikerült teljesíteni a 32 vállalási pontjaimat. Ez mindig 90% fölött és 100% alatt szokott lenni, úgyhogy, de dolgozunk tovább. Mik azok a legjelentősebb dolgok, feladatok, amiket megoldott a polgármester ebben a ciklusban? Hát minden olyan, amit ígértem, azt nagyjából megoldottuk. Az útépítések rendben voltak, az egészségügyi felújítások, az összes házi orvosi rendelőt felújítottuk a szakrendelőt, óvodát építettünk, bölcsödőt építünk, nyugdíjas otthont építünk, az uszodát felújítjuk, azt mondjuk sajnálatos módon leégett, tehát kénytelenek voltunk, de ott csinálunk strandot is, ahogy megígértük, és minden olyan gondoskodást is megtartottunk, aminek a kerületiek nagyon örülnek, ilyen például a zöld környezetnek a megóvása, az ingyenes lombgyűjtés, az ingyenes faültetési akció, komposztláda akció, méhecske hotel és mindenféle olyan, amit ígértünk. Erdőtelepítésbe kezdtünk úgy, ahogy ígértük, tehát amit mi ígértünk, azt megtartjuk.